A Ferrari-nál kerékcserére várnak. Michael Schumacher, illetve Barrichello lehet az áldozat. Michael Schumacher jön ki. Ő az első, aki tehát kezdi. Magyarán az övé volt a legkönnyebb autó, ezért tudott így eljönni, és ezért kezdett el így sietni. 8,3 másodperc, Ross Brown valószínűleg tudja, mit miért tesz. Na nézzük csak, hogy hova jön vissza a jő. Michael Schumacher, és jön a hatos boly, és a hatos bolyba a hetedik helyre jön vissza. Na végre, valami történik. Csak az a baj, hogy ők is ki fognak állni kereket cserélni, már mint akik előtte autóznak. Pont annyi előnye volt már ennyi idő alatt, 8 kör tett el a versenyből, hogy megérkezett a hetedik helyre úgy, hogy pont abba a bolyba jött meg, amit ott sikerült ott hagynia eddig. Na most szerintem erőltetni se nagyon fogja, hogy megelőzze őket. Megvárja, amíg szépen kikopnak előle, és elmennek kereket cserélni. Na de mégre nem ő vezet, hanem Räikkönen. Legalább időleges. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk ellene szurkolok, hanem egyszerűen valami történik.